Elektronvilágon nőttem fel. Tudja valaki, mi az a név? A Noob. A Noob, igen. Noob. És emlékszem, hogy írtam egy olvasói levelet még nagyon-nagyon régen, amiben aztán pillanatok alatt úgy levettem oltva, ahogy kell. És ugye az még egy más világ volt, tehát itt nem lehetett reagálni, mint az online vonalon. Úgyhogy hozzád meg ez a sztori, úgyhogy... Na mindegy, adom tovább. Valaki talál újságot? Vele? Valakinek újságot, ez a kultán közé. Nem most, de nem akkor. Akkor még nem az volt. Ami a kurú volt, meg ami az 56 volt, az egy más kérdés, de ami a kó volt, az nem a kurvák bizniszre volt, hanem egy olyan dolog volt, amit szeretünk volna csinálni. Tehát most valószínűleg sem a beléjúrnak, sem neked nem kell magyarázni. Szerintem mi? Hiszen ott vágtok a kezetekre. Szerintem? Tudok ki a újságot kiadni. Szerintem mindenki tőletek tanult, tehát ez egy őrültség, de ez így van. Tehát mindenki azért imádta ezt az egész dolgot, mert valahol nagyon szerettük azokat a dolgokat, amit jelenleg ti csináltatok először. Jelenleg viszont a világban nem erről szól. Ez így van. Hanem arra szól, hogy valaki jöjjön, és akkor jöjjön. Hát igen. Nem? Ez így van. Na, hát most meg csak tudunk újságot csinálni, hogy valaki jöjjön az egy hajló pénz, ami megfinanszírozza az egészet, hogy ennek a költségeit legalább összegyűjjenek. Tehát üzleti alapon nem lehet újságot csinálni. Ezt a mai napig sem lehet. Tehát elmehetsz kurvának, vagy elmehetsz és csinálod, amit akarod. Tehát a kérdésedre a válasz nem. Milyen rossz lenne a világ pedig egy kóblevelezési robot? Szerintem a világ azért úgy fogja ezt tőle. A világ túl fogja. Nem csak, hogy csináltam is folyamatosan a műsorban, szóval én hiszek a dologba. Mégpedig azért, amit visszakapok az olvasóktól. Ez tök jó egyébként. Szerintem rágirítkedünk a legtöbben most kommentál az asztalnál, mert én a számítástechnikai újságíró vagyok, de soha annyi új élmény nem okozott újság, mint amikor mondjuk csináltuk bármelyiket, teljesen mindegy, hogy melyik újságot. A számítástechnikai vagy a játékújság az mindig iszonyúan jó visszajelzéseket ad, tehát egyértelműen vele élsz, együtt élsz a olvasóddal, és sajnálom is, hogy nincs itt a másik beszélgető társunk, Gyú, ugye, aki jelenpanyagban működő GameStar szerkesztő, és többek között levelezési rovatvezető is, akinek szintén nagyon jó élményei vannak arról a dologról, hogy az olvasó az milyen nagyon szépen visszajelzi azt, hogy jó az, amit csinálsz, vagy pocsék, amit csinálsz.